Ez a törvényjavaslat 9. paragrafusának 2. bekezdése, ami szinte korlátlan eltérési lehetőséget ad a mindenkori hatalomnak az egyházak eltérő kezelésére, fügefalevéllé degradálja a felekezeti jogegyenlőséget, melyet a 9. paragrafus 1-es bekezdése így csak látszólagosan deklarál. Ezzel az egyházakat a politikai függésbe taszítja, külön alkuknak szolgáltatja ki. Ez az önkényes kategorizálás nem csak mesterséges egyenlőtlenségeket eredményez, hanem feszültségkeltésre is alkalmas az érintett felekezetek között, aminek például a zsidó közösség körébe már is vannak jelei. Az egyesületű körbeutalt vallási közösségek életét, mármint azokét, akik tényleges vallási tevékenységet folytatnak, ellehetetleníti a törvényjavaslat, ha csak annak hatályba lépéséig egyébként nem módosítják az egyesülési jogról szóló 89 évi 2-es törvényt olyan irányba, hogy a vallási egyesületek a belső életük rendjét hitelveik alapján szabhassák meg. Persze a jogbiztonság elvének sérülésével máshol is találkozhatunk, hiszen például két fontos jogszabályi helynél, a 9. illetve a 17. paragrafusoknál további jogszabályok megalkotását tartja szükségesnek a javaslat, azonban ezekről ma még nem tudunk semmit. A törvényjavaslat sérti a polgárok vallási társulásának szabadságát, amikor meghatározza a vallás fogalmát. Lényegében előírja, hogy egy olyan alakú felekezett szertartásrendje nem lehet azonos vagy összevethető egy már bejegyzett egyházzal. Ez szerintem annyira abszurd, mintha a pártokról szóló jogszabályokba azt írnák elő, hogy nem létezhet például két konzervatív párt. Álságos ez a rendelkezés annak fényébe, hogy ugyanakkor a törvény nem vonatkozik a táblázatokba foglalt felekezetekre, azt is elmondom, hogy miért. Az erdélyi gyülekezet egy B pont, mely magát honlapja szerint a Romániai Református Egyház Királyhágó melléki egyházkerülete magyarországi gyülekezetének tartja, megtarthatja egyházi státuszát annak ellenére, hogy szervezetileg önálló a Magyarországi Református Egyháztól. A törvényjavaslat sérti az állam laikus jellegét és veszélyezteti a bírói függetlenséget azzal, hogy vallásügyi szakértők kontrollálá kényszeríti a bíróságot a 17. paragrafusba. Eltérően az általános polgári szabályoktól, amikor a szakértő kirendelése csak lehetőség arra az esetre, ha a bíróság úgy véli, hogy a saját hozzáértése nem elégséges az ügy elbírálásához, a javaslat minden esetben kötelezővé teszi a szakértői közreműködést az egyházi bejegyzéseknél. Tartani lehet attól, hogy ezzel a törvényalkotó egy szűk felekezeti szempontból sem elfogadatlan vallásszociológiai lobbit kíván helyzetbe hozni, hiszen nem tudhatjuk ebben a pillanatban, hogy a szakértőket milyen kataszterből jelölik ki. A törvényjavaslat 25. paragrafusa eltörli a tanulók és szüleik lelkiismereti és vallásszabadságát biztosító garanciát, hogy az állami és önkormányzati iskolákba ma még csak nem kötelező jelleggel, tehát az önkéntesség elv alapján végezhető hitoktatás. Ezzel ténylegesen betetőzheti a vallásilag semleges állami közoktatási ározat felszámolásába irányuló folyamatot. Az egyházak megszüntetésével és vagyonának sorsával kapcsolatos szabályok példátlanul erős, mondhatni visszaélesett csábító hatalmat adnak az állam kezébe. Az egyesületi szabályokhoz képest drasztikusnak tűnik az a rendelkezés, hogy a bíróságnak semmiféle fajta köztes lehetősége nem marad a jogszabályba ütköző tevékenységet megvalósító egyházzal szembe, csak és egyedül az azonnali megszüntetés. Megjegyzem, a mai szabályozás értelmében a bíróság felszólítja az egyházat a törvényellenes működés megszüntetésére, csak ennek hiányába töröl a nyilvántartásból. Jelen javaslat szerint azonban nincs mód az eltérő súlyú jogszabálysértésekhez illeszkedő döntések meghozatalára, például határidős felhívásra a törvénysértés megszüntetésére. Ha ezt hozzávesszük, hogy a jogotód nélkül megszűnt egyház vagyona a civil szeretekkel ugyancsak ellentétben megfellebbezhetetlenül az állam tulajdonába kerül, akkor itt akár egy politikai enstand lehetősége is felemlék a nem kívánatos közösséggel szembe, és mielőtt még azt mondaná bárki, hogy rossz indulatú feltételezés, figyelmébe ajánlom a magánnyugdíjpénztári vagyonok rendkívül gyors lenyúlásának történetét. Tisztelt Ház, a jelen javaslat a vallásszabadságról szól, de vajon milyen vallásszabadságról, ahol kőbe vésik, hogy tulajdonképpen mi a vallás.
A törvényjavaslat a vallási tevékenység olyan leszűkített fogalmát tartalmazza, ami a zsidó-keresztény felfogáson alapul, és nincs összhangba azzal a szélesebb meghatározással, ami az ENSZ, az EBSZ, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága alkalmaz, és amelynek olyan nemzetközi jogi normákból következnek, amelyeket Magyarországnak is követnie kell. A vallási tevékenység meghatározása gyakorlatilag a vallás fogalmának definiálása. Összevetve ugyanis, amit a nem vallási tevékenységről tartalmaz a tervezet, arra a következtetésre lehet jutni, hogy az állam beavatkozik a vallásszabadságra, hiszen fenntartja magának a jogot az alapvető eszmék meghatározására és a vallás gyakorlás kereteinek kialakítására. Ez tehát ellentmond az állam és az egyház kinyilvánított szétválasztásának. A javaslat 12. paragrafus 2-es bekezdése egész egyszerűen skandalum akkor, amikor az iskolák tucatjait adja át az állam ezekben a pillanatokban is. Az egyházi intézmény, idézem, az egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésénél, fenntartásánál és megszüntetésénél sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók meg. Kezdjük az elején. Ha egy tanuló vagy egy család nem a fenntartó szerinti identitással rendelkezik, akkor nem kell felvenni az intézménybe, vagy onnan el lehet bocsájtani. Ha egy dolgozó, akinek a munkájával, életvitelével semmi baj nincs, de az identitása más, akkor az kirúgható. S ez igaz a most átadott intézményekbe tanulni vágyó, vagy ott tanuló, dolgozni vágyó, vagy ott dolgozó emberekbe. No, szerintem ez már azért nem kicsit, hanem nagyon sok. Én azt gondolom, hogy amikor éppen Hiller képviselőtársam mondta, egy település csokorba, egy kistérségbe, adott mikrotérségbe egyetlen egy általános iskola működik, amit éppen átadtak az egyháznak, és ilyen kritériumokat fogalmaznak meg. Szerintem ez inkább hasonlít egy 21. századi erőszakos hittérítésre. Tisztelt Országgyűlés! A bizottság ülésünkön nem kaptam világos választ arra, hogy az egyházak kaptak-e tájékoztatást a törvényjavaslatról, vagy sem, és azt sem tudjuk, hogy a jelenlegi normaszöveggel egyet értettek-e, vagy sem. Nem folyt társadalmi vita legbelsőbb közügyünkről, a vallásról, a szöveget látva talán nem véletlenül. Ez a törvényjavaslat egyes részeibe, és ha így lesz elfogadva, teljes egészében ugyanis szemben áll mindazzal, amit a preambulum egyébként felsorol. Szemben áll nemzetközi egyezményekkel, szerződésekkel, de még a most elfogadott alaptörvénnyel is szemben áll. Demeter képviselőtársam idézte az alaptörvényt, 7. cikkely. Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. Ez a törvény, ami előttünk van, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szól. Magyarán itt kétharmados törvénybe csak az egyházakat kellett volna egyébként megfogalmaznunk, vallásszabadság és a lelkiismereti szabadság lehet, hogy már nem kétharmados kör, és pontjára arra kérem az előterjesztőket, hogy vonják vissza a javaslatukat, legyen rendes, tisztességes társadalmi vita, ismeressük meg az egyházak véleményét, javítsuk és jobbítsuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr, csak tisztelettel tájékoztatom a házat, hogy bizonyára képviselő úr elszólta magát, mert nem törvényvitája folyik, hanem törvényjavaslatvitája, majd törvény akkor válik, amikor elfogadjuk, de hát jegyző úr ezt tökéletesen tudja, ez csak egy nyelvbotlás lehetett. Úgyhogy most megadom a szót Harag Péter frakcióvezető úrnak, aki a Keresztény Demokrata Néppárt frakciójának vezérszónokaként a frakció álláspontját ismerteti innen az emelvényről. Megvárjuk, még frakcióvezető úr fölír az emelvényre. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr, parancsolja. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Amikor a sarkalatos törvényeket megalkotjuk, az új alaptörvényre támaszkodunk, egy erős Magyarországot és egy egészséges társadalmat kívánunk építeni, egy rendezett világot. Az egészséges társadalom pedig közösségekre épül, elsősorban családokra, civil szervezetekre, lakóközösségekre, és nem utolsó sorban egyházi közösségekre. Néhány fogalmat érdemes röviden tisztázni. Ha az egyházat szeretnénk meghatározni, akkor az egyik definíció lehet az, amit a törvény is alkalmaz,
ez egy jogi szempontok szerint megfogalmazott definíció. A közgondolkodás a hétköznap számára azonban azt kell mondanunk, hogy az egyház nem más, mint az Isten hívő közössége, akik közösen imádkoznak, egymást segítik, és a társadalom szolgálatát végzik. Tevékenységüknek egyik része tehát az úgynevezett hitéleti tevékenység, ezt közösségben teszik, gyermekeik itt szocializálódnak, elsősorban a normák, egyéni és közösségi életünket irányító normák tiszteletben tartására, és a transzcendensre irányuló figyelem, a közösségi élet arra ad nekik indítást, hogy az össztársadalom javára végezzék a szolgálatukat. A törvény természetesen nem csak a keresztény egyházakról szól, de mivel Magyarországon élünk, talán egy gondolatot megérdemel a kereszténység, mint az európai kultúra alapja. Európa nem lenne az, ami ma a kereszténység nélkül, és itt nem mehetünk el szó nélkül az európai ultraliberális képviselők keresztény gyökereket megtagadó magatartása mellett. Ez nem csak elvágja a gyökereket és veszélyezteti az identitást, de immunrendszerünket is gyengítő magatartás, egy önpusztító viselkedés. Sok szó hangzott el a történelmi egyházakról. A preambulum elismeri Magyarország történetében és kultúrájában folyamatosan meghatározó jelenséggel bíró egyházak szerepét. Természetesen ezek közé tartozik a katolikus egyház, amely ezer éves jelenléte és befolyása a magyar életre vitathatatlan, a protestáns egyházak fél évezredes jelenléte, és katolikusként mondom, a katolicizmus megújulására gyakorolt hatása, vagy a zsidóság történelmi jelenléte Magyarországon, ami ugyancsak tény. De nem csak a klasszikus négy történelmi egyháznak a jelenléte és tevékenysége formálta történelmünket, hanem több más kisebb egyházé is. Ezzel párhuzamosan természetesen a társadalmi támogatottság kérdéséről is érdemes szólni, hiszen a történelem alakul, változik, és egyes egyházak társadalmi támogatottsága is a történelem során különböző. A törvény megalkotásánál ezt is figyelembe kellett vennünk. És természetesen ez a törvény nem a levegőben lóg, hanem a magyar valóságból indul ki. Ha egy pillantást vetünk arra a három törvényre, ami meghatározó volt újkori történelmünkben, akkor azt látjuk, hogy az 1895-ös törvény, amire hivatkozik a jelen törvénytervezet is, egy nagy vitának az eredménye volt, amely a vallásszabadság értelmezéséről szólt. Nyilván egy átalakuló világnak a sajátos eredménye volt ez a törvény. Az 1990-es négyes törvény pedig egy diktatórikus állapot megszüntetését jelentette, tehát megint csak a szabadságnak a törvénye volt. És akik még emlékeznek arra az időre, hogy milyen volt az a világ előtte, a létező szocializmus világa, akkor tudják, hogy létezett egy olyan intézmény, amit Tájéhának neveztek, és minden következménye, de erről talán még egy gondolatot szeretnék szólni. És végül most a 2011-es törvény, amit nyugodtan nevezhetünk a felelős szabadság törvényének, és itt kell megemlítenem, hogy egy olyan egyeztetési folyamaton ment át ez a törvény, amely bizony az összes érintettel való tárgyalást, elsősorban az egyházakat, a szakértőkkel és a különböző politikai nézetet valló egyházpolitikával foglalkozó politikusokkal való egyeztetés során alakult ki a mai szövegtervezet. Én ezt sikeresnek tartom, mint ahogy az egyházak is annak tartják, általánosan elfogadottnak,
Viszonylag kevés kritika fogalmazódott meg vele szemben, leszámítva persze az előttem szóló vezérszónokot. Gondolom nagy feladat lehetett ennyi kritikát, hibát találni ebben a törvényben. Természetesen összecsengett ez egy általam is ismert liberális egyházpolitikus véleményével. És itt az egyházpolitika szereplőiről is kell néhány szót szólnom. Említettem az előbb a létező szocializmus világát. Akkor a derék kommunisták, egyházellenes figurák törekvése az volt, hogy az egyházakat elsorvasszák. Aztán jött egy másik korszak, ami a erőteljesen liberális, mondhatnám ultraliberális egyházpolitikusok világa volt, akik a templomfalak közé akarták az egyházakat beszorítani, elismerték szabad működésüket a hitélet terén, és bár elismerték, de mindenben gátolták a társadalmi tevékenységüket, különösen az oktatás területén. És úgy érzem most, egy olyan időszaknak vagyunk a részesei, amikor az egyházakat belülről ismerő és gyakorló hívőként élő emberek tudják ezt a területet gondozni. A törvény kezdő mondata meghatározza azt, hogy mit gondolunk mi az egyházak társadalmi tevékenységéről. Így szól: a magyarországi egyházak és vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezői. Van néhány gondolat a törvényben, amit érdemes megemlíteni csak címszavakban. Amikor az azonos jogokról és kötelességekről van szó, akkor ki kell mondanunk, hogy a súlyuk az egyházaknak természetesen különböző. És ez a társadalmi súly, ez nyilván meghatározza az állammal való kapcsolatukat is. Itt kell egy pillanatra emlékeztetnem a mellékletekről elhangzottakra. Ez azt hiszem, hogy sokakban, akik a törvényt felületesen olvassák, téves gondolatokat ébreszt. Hiszen ezek a mellékletekben foglalt csoportosítások gyakorlatilag egy-egy kaput jelentenek a regisztrációba való megjelenésre, nem pedig a már regisztrált egyházak közötti különbségtételt. Tehát valaki azért lesz a regisztrációnak a birtokosa, mert a történelem folyamán olyan meghatározó szerepet játszott, a másik egyház azért, mert társadalmi tevékenysége miatt az állammal szerződést kötött, a harmadik azért, mert egy világegyházhoz kapcsolódik, tehát a belépés lehetőségéről és nem a későbbi megkülönböztetésről van szó, hiszen mindnyájan azonos jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek, természetesen nem azonos súlyúak. A vallásszabadság kérdése nem csak a címben fordul elő, hanem fontos, ma már mindenki által elfogadott alapvető jogról van szó. És itt engedjék meg, hogy egy 1947. október 7-én az országgyűlésben elhangzott beszédből idézzek, Barankovics István beszédéből, aki a jelenlegi KDNP elődjének, a Demokrata Néppártnak az elnöke volt. Következőt mondja a lelkiismereti és vallásszabadságról: minthogy mi a lelkiismereti szabadságot minden emberi szabadságjog anyajogának tekintjük, természetes, hogy a vallásszabadság elvének alapján állunk. Mi azonban a vallásszabadságot nem kizárólag magánszabadságnak, hanem közszabadságnak is tekintjük. Az a szabadság, hogy mindegyikünk minden közvetlen vagy közvetett külső kényszertől mentesen választhatja meg azt a hitet, amelyet vallani és gyakorolni kíván, és hogy a hitéért
és magatartásáért őt semmiféle hátrány nem érheti. Azt hiszem, klasszikus megfogalmazása ez a lelkiismereti és vallásszabadságnak, és mutatja azt, hogy több mint 60 évvel ezelőtt a kereszténydemokrata szellemiséget valló párt ugyanazt gondolta erről, mint ma mindnyájan gondolunk. És amikor vallásszabadságról van szó, akkor engedjék meg, hogy egy aktuális, elsősorban a keresztény világon belüli kérdésről szóljak, az ökumené kérdéséről. Jó érzés volt hallani, amikor itt egy református lelkész képes volt az idevágó és jó idézetet a pápától elmondani. Ez azt jelenti, hogy az egymás iránti tolerancia és a másik elfogadása az megfelelő ebben a házban is. Én azt vallom, hogy a felekezeti sovinizmus ma keresztény ellenes magatartás. És ezt mindnyájunknak, akik komolyan veszik a saját hitüket, érvényesíteni kell. A jogokról sok szó esik ebben a törvénytervezetben, a szülők jogáról is. Elsősorban arról, hogy maga döntsön gyermeke vallási neveléséről. Ma már ez is természetesnek tűnik, de ne felejtsük el, hogy mi egy 1990-es törvény helyébe léptetünk egy másik törvényt, amely arra volt hivatott, hogy egy diktatórikus viszonyokat megszüntessen. Az állam és egyház kapcsolatáról világosan fogalmaz a törvénytervezet, különváltan működik az állam és az egyház, mondja, de a közösségi célok érdekében együtt működik. Ez a különváltság jogi szempontból Magyarországon már nem jelent problémát, hiszen évtizedek, sőt évszázadok óta ez így van, de az együttműködés az folyamatosan alakuló, fejlődő követelmény, és nem is olyan régen még ennek komoly hiányosságai voltak. Mindez természetesen a társadalom érdekében, az egész nemzet érdekében történik. Ki kell, hogy mondja ez a törvény azt, hogy az egyház felügyeletére semmiféle szervet nem lehet létrehozni. Megint csak utalok arra, hogy nem volt olyan régen az az idő, amikor felügyelték és irányították az egyházakat. Szólnom kell a világnézeti semlegesség kérdéséről, hiszen az előző vezérszónok is ezt említette. A világnézeti semlegesség, hogy létezik vagy nem létezik, azon lehet vitatkozni, hogy bizonyos állami intézményekben ez jogos követelmény, az is elfogadható, de hogy az egyházi fenntartású intézményekben világnézeti elkötelezettség követelhető meg, ez abszolút természetes, és az elmúlt éveknek a rendelkezései és egyházpolitikája ezt lehetetlenné tette, és ez volt az egyik legnagyobb ellentmondása ennek az egyházpolitikának. És végül engedjék meg, hogy kifejezzem azt a meggyőződésemet, hogy ez a törvény az érintettek által elfogadott törvény, tervezet, a szabadság és felelősség törvénye lesz, ha a tisztelt ház elfogadja, amit magam is az előterjesztők nevében remélek. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr, tisztelt képviselőtársaim! Most megadom a szót Mirkóczki Ádám képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának, aki szintén az emelvényről mondja el felszólalását. Kérem, képviselő úr, fáradjon az emelvényre. Köszönöm szépen, képviselő úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Először is én is nagy tisztelettel köszöntöm a különböző egyházak részéről megjelent személyeket,
és ahogy elnök úr is említette, a kisebbségi véleményünket, a bizottságban megfogalmazott kisebbségi véleményünket a vezérszónoki mondandóm során természetesen részletesen kifejtem. Annyit azonban leszögeznék előre, hogy mi nem elutasítottuk a bizottságokban a javaslatot, hanem tartózkodtunk, amely elsősorban a tervezet kialakulásának egész logikájának szólt, illetve hiányosságaira. Szerettük volna fölhívni ezzel a figyelmet. Túl azon, hogy mennyire szükséges és mennyire helye van ennek a törvényjavaslatnak ma 2011 Magyarországán, azért szeretnénk néhány kritikai észrevételt is tenni. Az egyház és vallásügyi kérdéseket tekintve az elmúlt két évtized minden kétséget kizárólag talán legfontosabb javaslata fekszik előttünk. Kétségtelen és elvitathatatlan, hogy e kérdéskör újra szabályozásának szükségessége nem halogatható, azonban tegyük hozzá gyorsan, hogy ez a sebesség vagy ez a gyorsaság nem bármi áron szükséges. Nem fér tehát kétség azért ahhoz, hogy mennyire fontos ez a javaslat. És hogy mennyire gondolom, vagy épp a Jobbik Magyarországért mozgalom, mennyire gondolja mindezt komolyan, szeretném előzetesen megemlíteni, hogy a jelenlegi parlamenti pártok közül, talán már mondanom sem kell, egyedül a Jobbik Radikális Változás című programjában szerepelt tételesen és kibontva az új egyházak bejegyzéséről szóló törvény módosításának javaslata, valamint a vallási közösségek jogállásáról szóló új törvény alapvetései. Sőt, mi ezt az egész egyházügyi és egyházpolitikai kérdéskört súlyának megfelelően kezelve szerettünk volna és javaslatot tettünk programunkba egy tárca nélküli miniszteri poszt felállítására is. Úgy gondolom és bátran kijelenthetem, hogy nincs vita a Jobbik és az előterjesztők között abban, hogy ezt a területet újra kell szabályozni, mert elképesztő a káosz és elképesztő a visszaélések száma. Őszintén örültünk és támogattuk kezdettől fogva is a kormánypártok azon szándékát, hogy szakítva a különböző spekulációkkal, végre őszintén és bátran, de amennyire csak lehet, igazságosan hozzányúljon az egész kérdéskörhöz, ehhez a nagyon komoly problematikához. Dicséretes volt már a miniszter jelölti meghallgatások során, amikor az Emberjogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottság előtt Navracsics Tibor akkor még miniszter jelöltként hitet és ígéretet tett afelől, hogy a bizniszegyházak és a destruktív szekták kiszűrésre, adott esetben pedig megszüntetésre kerülnek. És most a vita során higgyék el nekem, hogy a Jobbik felelősségének teljes tudatában a nemzet, a társadalom és a hitélet szempontjából a lehető legépítőbb jellegű kritikával, a lehető legjobb szándékkal osztja meg álláspontját és nyújtja be javaslatait, észrevételeit a tisztelt ház elé. Elsőként szeretnék egy kérést intézni a kormánypárti frakciók felé. A jelenleg még hatályos 1990. évi 4-es törvény hibájából és hibáiból kiindulva, ezúttal ne hagyjuk, hogy a különböző köntösökbe bújt, adott esetben álkeresztény vagy egyéb bizniszszekták, destruktív tömörülések túléljék, kijátsszák ezt a törvényt. Ne hagyjuk, hogy a mára már teljesen egyébként is felborult, demoralizálódott, sok fontos értékétől kilúgozott világban további kiskapuk legyenek hazánkban. Vessünk gátat tehát a hamis és romboló tanok hirdetői előtt. És akkor ennyit talán az előzetes észrevételekről, és kezdjük az érdemi kritikai részt. Hát szolgálja-e ez az előterjesztés a célt? Hát mi volt, mi lehetett ennek a javaslatnak a célja? Ma is elhangzott sokszor, nyilvánvalóan rendet vágni, ráncba szedni ezt a rendszert és kiszűrni az egyházi köntösbe bújtatott biznisz és destruktív szekták garmadáját. És vajon mennyire sikerül ennek a javaslatnak? Én azt mondom, hogy részben igen. A kisebb csalókat a mi megítélésünk szerint valóban kizárja, de adott esetben a legnagyobbakat vagy nagyobbakat bent hagyja. Mindenképp eredmény és elvitathatatlan, hogy a jelenleg bejegyzett 300-350 egyház, de a pontos számot igazából senki nem tudja, nagymértékben redukálja, szinte tizedeli. Na de milyen áron, kérdezzük mi, mert
néha az az érzésünk, hogy ezzel a javaslattal, hogy egy hasonlattal éljek a fürdővízzel együtt, a gyermek is kiborult. Mert az ideális cél az volna, hogyha valóban tartalmi alapon a valóban kártékony szerveződések tűnnének el az egy